Hello mindenkinek! A mai videóban egy olyan sminkre gondoltam, ami mégis bronzos, barnás, természetes, de nagyon-nagyon szerettem volna ismét élénk rúst feltenni az ajkaimra, ami egyébként szerintem nagyon jól feldobja ezt a keki felsőt, a keki és a narancssárga szerintem tök jól megy egymáshoz, de észre fogjátok venni videó közben, hogy feldobtam alul is a szemsminkem egy kis narancssárgával. Ami persze választható, tehát nem muszáj. Aki pedig szeretné megtudni, hogy hogyan is készítettem el a mai sminkem, az tartson velem. Ma a fényes szemhéjfestéket akarok a szemhéjamra felvinni, úgyhogy a szín szemhéjfestékbázist választom ehhez az Urban Decay-től, és mint mindig csak újjal dolgozom el. Ma egy aranyszínű szemhéjfestéket fogok felvinni, méghozzá a Dior Terra nevű szemhéjfesték palettájáról, ezt a középső árnyalaton. Ez ilyen rozsdás arany végül is. És elkezdem felvinni az egész szemhéjra. Csak egy nagyobb szemhéjfestéket csetel, de természetes szűrűvel, mert mint látjátok, széleket már el is kezdtem el dolgozni. Majd pedig az Urban Decay originál szemhéjfesték palettájából a Bac Matt közepes tónusú barna szemhéjfestéket választom. Ezt ugyanis nagyon szeretem a mélyítő vonalra felvinni, hogy eldolgozzak vele szemhéjfestéket. Sötét, de mégis közepes tónusú sötét barna. Sokszor, amikor nem tudjátok, hogy satírozzatok, vagy meddig, nyissátok ki a szemeteket, én szeretem, hogyha még itt halványan látszik. Tehát itt legyen erős, de amikor kinyitjátok a szemeteket, itt még halványan látszódjon, azt szerintem nagyon szép. Majd pedig mielőtt bármit is csinálnék a sminkkel, megfogok egy barna folyékony szemhéjtust, ez egyébként pont a Dior Show On Stage Liner, ami a 780, ami a 781-es barna árnyalat. Mert csak szeretném, hogyha itt most nagyon szépen ki lenne húzva. És utána úgyis megnézem, hogy alakuljon. És miután mind a két oldalra feltettem a műszempillát, szeretném feldobni egy pici narancssárgával, viszont mivel nagyon erős rúzt szeretnék feltenni, ezért lépjünk át gyorsan az ajkainkra, készítsük el, mert úgy könnyebb lesz majd látnom, hogy a szememet hogyan alakítsam. De először megvilágosítom a szemöldök csontomat a Naked Heat palettájából. Ezzel a fényes, világos szemhéjfestékkel. Ez amolyan vajszín egyébként, és szerintem nagyon szépen ki fogja emelni itt a szemöldök csontot. És mint mindig tudjátok, hogy szeretek ide is felvinni a világosítóból, vagy a fényes világos színből, mindegy.
Az ajkaimra, mint mindig, felszoktam vinni a Victoria's Secret szájfényt, miközben sminkelek, úgyhogy azt most finoman eltávolítom. Egyébként ugye az ajaknak kellene utolsónak lenni. De annyira szép a szemünk most, hogy nem akarok túlzásba esni, mert élénk lesz a rúzs is. Mielőtt felvisszük a rúst, hogy ne ragadjon, a Dior 01-es fényesítőt, highlightert használom. Tudjátok, hogy szeretek egy kicsit az ajkak fele. Nagyon nőiesen fog kinézni. Végül pedig a rúzs, amit mára választottam, az egy eszméletlenül élénk szín, egy élénk narancssárga szín, méghozzá a 777-es a Diortól, ami az Ultra Rouge kollekcióból van. Ugyanis tudjátok, hogy nagyon szeretem az élénk narancssárga rúst, mert nagyon bájos, nyárias, boldog. És akkor most már látszik, hogy a gyönyörű barnás fényeshez egy élénk narancssárgát hallóra felvinnénk, az egy picit még jobban feldobná, még nőiesebbé tudná tenni. De mielőtt felviszem azt, azelőtt csak a NARS legújabb bronzosítómat használom, ugyanis imádom, tudjátok. Még mindig Laguna árnyalat, de ez már a fényes bronzosítóm a NARS-tól, ami ez a narancssárga kiszerelés. Hozzáteszem, vigyázzatok, a matt is ugyanígy néz ki, de abba bele van írva itt, hogy matt. Fogunk kontúrozni is vele, de most csak a szem alá fogom felvinni. Méghozzá valami kicsi ecsetkével szeretném. Ez lesz ugyanis a tökéletes barna itt a szemünk alatt, ami egy ilyen narancssárgás bronzos barna lesz. És mivel satírozva visszük fel, így finoman el lesz dolgozva. Hozzáteszem, ezt használhattuk volna itt is, de azért a bakka sötétebb. Valamint az matt, ez már fényes, ugye ez a bronzosító. És a 120 színes palettámból választok egy élénk narancssárga színt. És ha akarjuk, akkor nyugodtan vihetjük egy picit kijebb, hogy mintha dupla húzás lenne a kis narancssárgával is, de nem kell, tehát legyen természetes mindennapi a smink, annak ellenére, hogy feldobjuk egy kis színnel alul, és most már látszik a különbség a kettő között. Szerintem azért így sokkal szebb lesz, és jó, szeretem, ha visszaköszön egy picit a szem sminkemen a narancssárga. Aki viszont szeretné, azt is meg tudja csinálni, hogy egy hatalmas satírozó ecset végére felvisz egy nagyon picit a narancssárgából, és csak elkezdi egy picit eldolgozni a szemhéj festék szélénél, a mélyítő vonalnál a barnát vele. Tehát csak nagyon finoman elkezdi eldolgozni ezzel a narancssárgával a barnát. Egy nagyon picit viszek fel, mert egyébként nem szeretném, mert az már sok, hogyha itt is van, meg itt is, de megmutatom. Tehát ezt is meg lehet csinálni. Így.
És akkor most térjünk rá az arcunkra. Mint mondtam, a NARS Laguna bronzeremet használom, ami fényes. Ez ugyanis már említettem az előző videómban, hogy a kedvenc bronzosítom most már. A régi csak pihen a fiókba ezen túl, mert ez egyszerűen tökéletes. És tudjátok, hogy a másik, amit nagyon szeretek, az az, hogy a pirosítóm sokszor menjen a rúzsomhoz, úgyhogy a pirosító palettámból egy narancssárga árnyalatot fogok használni. De keverni fogom azért ezzel a barack árnyalattal is, mert nem akarom, hogy túl élénk legyen. Tehát csak összemixeltem a kettőt, és elkezdem felvinni. Így szerintem nagyon kis bájos narancssárgás. Ad egy kis üde színt, amit nagyon szeretek. És mivel az ajkainkat már jóval korábban elkészítettük, ezért most már csak a highlighter maradt hátra, ami még mindig a 01-es árnyalat a Diortól. Ehhez a sminkhez mindenképp aranyárnyalatú highlightert ajánlom. Nyugodtan vigyünk fel egy picit ide is, világosítsuk meg. És íme a mai üdítő sminkünk. Remélem, hogy tetszett nektek a mai sminkötletem is. Ha tetszett, lájkoljátok a videómat, kövessetek Instagramon és Facebookon, valamint iratkozzatok fel ide a YouTube csatornámra, hogy még több videómat láthassátok, mert minden hétfőn osztok meg új videót. És kérlek titeket, hogy osszátok meg a videóimat ismerőseitekkel, barátaitokkal, szeretteitekkel, mert így még több emberhez tud eljutni a videóm, és tudok nektek segíteni. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb, sziasztok!